Sziasztok, én Markó Rebek vagyok, és elérkeztünk a 2020-as év első videójához. Nagyon boldog új évet kívánok mindenkinek, remélem, hogy szuperül kezdődik nektek ez az év. Itt a csatornámon úgy fog kezdődni, hogy egy tavalyi éves tartalmat fogok nektek megcsinálni. Egészen pontosan megmutatom nektek, hogy mit kaptam karácsonyra. Őszintén megmondom, nem hittem, hogy fogok ilyen videót csinálni, de kértétek, hogy csináljak, úgyhogy most leforgatom nektek. Még mielőtt belekezdenék, annyit szeretnék csak elmondani, hogy az idei évre fix órarendem van. Heti 3 videóval fogok nektek mindig érkezni, hétfőn, szerdán és pénteken. A pontos időt még nem tudom, de megígérem, hogy arra is ki fogok találni valami fixet. Nagyon jó ötleteim vannak, legalábbis szerintem, remélem, hogy ti is nagyon fogjátok őket szeretni. De szerintem elég is volt ennyi a felvezetésből, és kezdjünk bele a videóba. Két kategóriára osztanám az ajándékokat. Az egyik csoport az az, amit én vettem magamnak, a másik csoport pedig, amit másoktól kaptam. És szerintem, amit másoktól kaptam, az nyilván érdekesebb, mint amit én vettem magamnak, úgyhogy ezzel fogok kezdeni. Drága kis családom tudja, hogy éppen gyűjtök valamire, úgyhogy félig megállapodás, félig pedig saját ötleteiktől vezérelve. Idén nagyjából mindenkitől pénzt kaptam, de emellett azért volt pár kisebb, nagyobb ajándék is, úgyhogy azokat fogom nektek természetesen megmutatni. Az első, és egyben az egyik kedvencem is. Ahogy látjátok, itt van ez a kis gyönyörűség. Botikámtól kaptam ezt a képet. Nem hiszed el, milyen cuki rajta, hát nézd meg! Úgyhogy természetesen ő jött velem, és a nappaliban kapott központi helyen helyet. És ha néztétek az előző videóimat, akkor tudjátok, hogy Keresztapáéktól kaptam még egy hajkefét is, és őszintén megmondom, amíg nem próbáltam ki, és nem kezdtem el napi szinten használni, addig nem tudtam, hogy erre van szükségem, de baromi jó. Úgyhogy lehet, hogy tudatlan vagyok. Finger Brush a márkája, és Combo Medium a hajkefe. Vannak benne, tudjátok, ilyen kis, nem is tudom, minek hívják ezeket, ilyen rövid sörték, amik tényleg sörték, és van ez a rendes kefe sörte. Nem túl sokat tudtatok meg ebből a kis bemutatóból, de remélem, hogy értettétek. Nagymamától, ha jól emlékszem, akkor tényleg csak pénzt kaptam, és hogyha bárkinél elfelejtek valami ajándékot, akkor ne sértődjetek meg, légy szív. Lépnék tovább is az én drága kis öcsikémre, aki idén fantasztikus ajándékkal lepett meg. Nagyon felvilágosult gyerekről van szó, úgyhogy amit tőle kaptam, az egy Nurse Jamie Uplift Roller. Az az igazság, hogy nagyon régóta szemezek vele, iszonyatosan régóta, és relatív drága. Tehát, ahhoz képest, hogy ez csak egy nyomorult roller, nagyon-nagyon-nagyon drága, de ha azt nézzük, hogy igazából ki is a csaj, és hogy elvileg tényleg nagyon hasznos, nem bírom kivenni. És aki nézi Tatit, azt tudja, hogy ő nagyon szereti, és többen azt mondják, hogy tényleg nagyon jó, és megéri, akkor igazából úgyis drága, de akkor legalább nem fáj annyira talán. Miután kinkeservesen kiaplikáltam a dobozából, megmutatnám nektek, hogy szóval ez egy ilyen kis fém valami, amin van egy hatszög alakú, azt hiszem, de mindjárt megszámolom, nehogy hülyeséget mondjak, görgős rész, és vannak benne ilyen kis fém golyók. És ez egészen pontosan úgy működik, hogy az arcodon felfele irányuló mozdulatokkal kell gurigáznod, vagy a szemed alatt, mivel ki vagyok sminkelve, nem fogom annyira durván megmutatni, de majd valamikor erre is sort kerítünk. És a lényeg az, hogy hideg fokozza a vérkeringést az arcban, az izmokat is kicsit fellazítja, átmozgatja, úgyhogy elvileg ettől egy nagyon szép, feszes eredményt kap az arcunk. Az biztos, hogy amikor reggel felkelek,
és iszonyatosan be vannak dagadva a szemeim, főleg itt a szemem alatt. Hogyha ezzel elkezdek gurigázni, 5 perc múlva teljesen eltűnik, és az a nagyon puffat érzés is megszűnik, tehát arra már biztosan tényleg jó. És egyébként járt hozzá egy beauty olaj is. Ezt is kipróbáltam már, tök jó illata van, abban nem vagyok biztos, hogy jelenleg a bőrömnek jót tesz olaj. Vannak ilyen időszakaim, amikor szeretem az olajokat, van, amikor nem, most éppen pont nem szeretem, de egyébként ez is nagyon cuki. Mondtam egyébként, el akartam mondani, úgyhogy remélem, hogy nem felejtettem el mondani, de a rollernek az ára egyébként 15 000 forint körülbelül, ez is Cult Beauty-ról van. A Cult Beauty árul Nurse Jamie termékeket, és nyilván ott fontban fizetsz, de 15 000 forint körülbelül. Leteszem azért a linkjét a leírásba, ha véletlen valakit érdekelne. Arról az oldalról nagyon-nagyon sok amerikai márkát meg tudtok rendelni, úgyhogy sokan szoktátok kérdezni, a James Charles palettám is onnan van, úgyhogy leteszem a leírásba. És akkor következő a drága anyukám. Kaptunk tőle Bencével mind a ketten elektromos fogkefét, amit lehet, hogy hülyének néztek, de nagyon-nagyon örülök neki, mert én is fogmosásmániás vagyok, és Dezső Bence is fogmosásmániás, és meg nem mondom miért, de nem vettünk még magunknak elektromos fogkefét. Édesanyja nyilván ezt tudta, és mind a kettőnknek vett egy elektromos fogkefét. Az enyém rózsaszín gumis, a Bencéi fekete gumis. Nagyon cuki, és iszonyatosan jó. Otthon volt elektromos fogkefém, itt nincs, vagyis most már van. Ha nem mostatok még elektromos fogkefével fogat, akkor nem tudjátok, hogy miről maradtatok le. Úgyhogy ha nem próbáltátok még, akkor muszáj, mert tényleg bomba. Ezen kívül kaptam tőle pár rucit. Egy felső, két ruha, talán, lehet, hogy kaptam még mást is, de hirtelen nem jut eszembe, ide fogok bevágni egy klippet, ahogy felpróbálom nektek őket, és megmutatom. Egy felső és két ilyen kis midi ruha. Nagyon szeretem az ilyeneket, télen-nyáron imádom, úgyhogy ez teli találat, de felpróbálom nektek és megmutatom. Az első az egy kis póló. Tudom, nagyon gyűrött, nem vasaltam ki, bocsi. Teljesen egyszerű, imádom az ilyen alap darabokat. Két dolog. Egy, elfelejtettem mondani, hogy a gardróbba vagyunk, és nem sokára jövök nektek a gardrób túrral, csak be kell szereznem még egy-két dolgot, amit tényleg olyan lesz, amilyennek szeretném, úgyhogy addig nem mutatom meg igazából részletesebben. Miért remeg a kezem? Kettő, hogy annyira ügyes vagyok, hogy ahogy vettem fel a varisnyámat, sikerült kiszakítani. De remélem, hogy ez nem von le a lényegből. És csak hogy tökéletes legyen, kis cipővillantással, így néz ki a kis narancs ruci. Nem is tudom, milyen színe van ennek igazából. Ó! Imádom! Annyira szeretem az ilyen ruhákat, hogy elmondani nem tudom. És a következő, egyben utolsó, pedig egy sima, fekete kis ruci, amit itt a derekadnál, vagyis hát egy kicsit inkább a derekad felett van egy öv, amit rajta is tudsz hagyni, vagy nyilván le is tudod venni, de akkor itt van ez a kis. Nem igazán szeretem az ilyen öves megoldásokat, úgyhogy vagy belerakok majd egy saját övet, ami kicsit jobban illik hozzám, vagy ezt innen majd leaplikálom, és akkor egy teljesen egyszerű kis fekete ruha lesz. Az az igazság, hogy nagyon szeretem az egyszerű dolgokat, és szerintem ezt látjátok. És itt jön a képbe Dezső Bence, aki az idei karácsonynál olyan szinten túlszárnyalta az elképzeléseimet, főleg, hogy nem volt elképzelésem, igazából kezdjük ezzel, egy nagyjáboli árban megegyeztünk, hogy ne lőjön túl egyikünk se rajta. És természetesen mi történt? Nem mondott igazat. Úgyhogy sokkal több érvet nekem ajándékot, mint gondoltam, hogy fog. És mondtam neki, hogy ezt szülinapjakor vissza fogja kapni, de
ez legyen az embernek a legnagyobb baja. Nagyon-nagyon örültem neki, és amikor bejött az ajtón, nem az ajtón, de amikor idejött a fához, és hozta a kis cuccot, levette róla a kabátot, mert úgy hozta be egyébként, hogy nyilván fiú, tehát azért becsomagolni nem csomagolta be. Rajta volt a kabátja, és amikor levette, tudjátok, Rebeka így, és így ránéztem, és esküszöm, annyit tudtam kérdezni, hogy te hülye vagy? Mondom, ez komoly? És hogy tudjátok, ez a szatyor fogadott a kabát alatt, és az, hogy a barátod designer terméket vesz neked bármire, az extrán a főnyeremény, tehát elképzelni se tudok jobbat. Elkezdtem szépen kibontogatni, próbáltam méretből tippelni, hogy mi lehet, hát fogalmam nem volt róla, és amikor kibontottam a dobozt, egy nagyon-nagyon cuki, vajszínű és kék pénztárca fogadott benne. Egészen pontosan így néz ki. Ő volt a régi pénztárcám, és azt mondta Bence, hogy úgy gondolta, hogy ideje van egy kis feljebb lépésnek, úgyhogy ezt kaptam tőle. Nagyon-nagyon örülök neki. Az egyik kedvenc designer márkám a Louis Vuitton, viccen kívül. Azzal tudok a legjobban azonosulni. Többségében mindent szeretek, amit terveznek. Cipők, ruhák, táskák, kiegészítők. Talán tényleg az áll hozzám egyébként a legközelebb, és nagyon-nagyon boldog vagyok. Úgyhogy tényleg nagyon meglepődtem, és iszonyatosan örültem neki. Itt szeretném egyébként elmondani, hogy amit ti nem láthattatok ugye a karácsony előtt, én egy Tommy Hilfiger táskát vettem neki, egy laptop táskát, nagyon régóta szeretett volna, együtt is nézegettünk laptop táskákat. Nem volt elképzelése, hogy mi legyen, és végül pihenőpályára rakta a történetet, és így volt lehetőségem rá, hogy én vegyem meg neki, úgyhogy egy bőr laptop táskát kapott tőlem, ide majd megpróbálok bevágni nektek képet, hogy ti is lássátok. És akkor ezután jöhet az a rész, amikor Rebeka lepte meg saját magát. Nem vettem egyébként sok dolgot, mármint hogy szó-szó. Az egyik rendelésem az még a karácsony előtti időszakban volt, amikor tudjátok van, hogy elég sok leárazást csinálnak karácsony előtt is, úgyhogy feltöltöttem a rúzs készletemet természetesen. Akárki akármit mond, lehet fikázni, lehet imádni, nekem a Kylie Cosmetics-es rúzsok váltak be a legjobban. Valahogy színében is, állagában is, mindenében nekem azok a kedvenceim még mindig. És van egy szín, ami a top, az a go-to mindig, tehát hogy az örökre a kedvenc színem marad szerintem. Kicsit közelebb jövök, hogy meg tudjam nektek mutatni. Szerintem így néz ki a rendelésem, remélem, hogy semmit nem hagytam ki belőle. Van itt egy krémes rúzs, 3 darab matt rúzs, 2 lipkit, amihez ugye természetesen jár a szájceruza, és egy velvet folyékony rúzs. Nem feltétlen szeretnék most többet beszélni a rúzsokról, hogy mi micsoda, ezt majd a valamelyik következő smink videómban egy kicsit bővebben kifejtem nektek. De a lényeg az, hogy próbáltam ki új színeket is, csak nude színeket rendeltem. Rózsaszínes nude, barnás nude, ilyen nude, olyan nude. A lényeg az, hogy egy kicsit szerettem volna bővíteni a palettámat nude rúzsokból. És amiről az előbb beszéltem nektek, a Candy K árnyalat az, ami a top-top-top kedvencem. Most egyébként nem ez van rajtam, most a Commando árnyalat van a számon a Candy K-nek a ceruzájával. És, ami tényleg egy karácsonyi csoda volt, nem vámoltak meg. 2 rendelésem volt. 2 különböző napon rendeltem őket, mindig amikor akcióba volt az a termék, és képzeljétek el, hogy nem vámoltak meg, pedig bőven 20 dollár felett volt mind a 2 csomag, úgyhogy jéj! A másik dolog, rendeltem magamnak egy cipőt, amit
Mondtam Bencének, hogy az Insta hirdetésekkel meg vagyok veszve, mert mostanában olyan jó dolgokat dob be az Insta hirdetésbe, hogy minden másodikat meg tudnám venni, mármint, hogy szívem szerint meg tudnám venni. De erre a cipőre tényleg rávettem magam. Vártam rá 2 hónapot, és folyamatosan megjelent, és végül úgy döntöttem, hogy na jó, akkor most jött el az idő, megrendelem. Nagyon tetszik képen és modellen, és remélem, hogy akkor is fog, amikor felveszem, mert ha nem, akkor nagyon-nagyon csalódott leszek, de ahogy megjön, azt meg fogom nektek mutatni, viszont nyilván, mivel nincs még itt, így nem tudom megmutatni. És az utolsó dolog ebben a nagyon cuki kis hologramos csillogós tatyiban nem más, mint Juno & Co. Velvet szivacs. Aki esetleg nem látta még, és nem tudja, hogy miről van szó, Niki Tutorials van velük együttműködésbe. Én nem bírom kinyitni. És nála szoktam látni rendszeresen. Nagyon furcsa. Nagyon. De alapötletnek tetszik. 2 darabot rendeltem belőle, és az egyik az bent van a szobába, ugyanis azzal csináltam ezt a sminket, és nem vagyok benne biztos, hogy szeretem. Kell még egy kicsit tesztelgetni. Azért mondom, hogy az alapötlet jó, mert nagyon kis puha, tök jól elteríti a dolgokat, de ha valami egy kicsit szárazabb, akkor az nem. Úgyhogy, hát igen, Velvet szivacs. És azt hiszem, hogy akkor a végére is értünk a dolgoknak. Ezeket kaptam 2019-ben karácsonyra. Mindennek nagyon örülök, és főleg annak örülök, hogy ennyire ismer a családom, és tudja, hogy mi kell nekem. Őszintén megmondom, hogy senkinek nem súgtam semmit, tehát most teljesen a Jézuskára volt bízva az ajándékosztás, és minden el lett találva, úgyhogy Rebeka nagyon boldog gyerek volt karácsonykor, és most is nagyon boldog gyerek, hozzátenném. Remélem, hogy ti is olyan dolgokat kaptatok karácsonyra, amit szerettek, és azt is remélem, hogy élveztétek az idei év első videóját, és tudjátok, hogyha igen, akkor nyomjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, és nyomjátok be a kis csengő ikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat. Természetesen kövessetek Instán is, az Insta nevem mindig lent van a leírásban. És még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, a következő videómban találkozunk. Sziasztok!